Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. A képen látható Freitag, az pénteket jelent, Samstag, szombat, Sonntag, az pedig vasárnap. Tehát péntek, szombat, vasárnap, mi történik a hétvégén. Először megnézzük a pénteki napot. Ott bal oldalon látható felül a felhő. Valami számodra átláthatatlan. Vagy a munkahelyi helyzet, vagy a barátságok, vagy a családi kapcsolat, vagy valami átláthatatlannak tűnik a szerelmi élet területén. Itt tisztázni kell bizonyos dolgokat. A felhő az jelenthet fél évet is. Gondolj vissza arra, mit éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy ez az esemény, vagy egy bizonyos személy most hétvégén visszatér hozzád, vagy gondol rád a múltból. Lehet, hogy itt is kellene tisztázni valamit. A felhő alatt, hogy bal oldalon a kép szimbolizál egy fát. És a fa azt jelenti, hogy el kell foglalnunk a helyünket az életben, ahol le tudunk gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, ez lehet egy tartós párkapcsolat, de mivel a felhő szintén ott van, így ez még átláthatatlan, és lehet, hogy most feltesszük a kérdést, hogy tulajdonképpen hol van a helyünk az életben, mi a hivatásunk, hol szeretnénk élni, hol találjuk meg a biztonság érzetét. A fa jelenthet gyógyító erőt is, vagy egészségügyi témákat. Lehet, hogy valaki beteg a környezetedben, és minden olyan átláthatatlan, nem lehet tudni, hogy lesz-e javulás, igen vagy sem. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és szeretnél munkahelyi változást, de nem tudod, hogy milyen irányba, hogyan tovább, hol kapod ezt, meg hol lesz meg a biztonság érzete. A kutya az lehet házi állat, és lehet, hogy a kutya beteg, vagy a kutya ad erőt számodra. A kutya jelentheti a hűséget, és előfordulhat az is, hogy nincs meg a bizalom, mert ott a felhő nem tudod, hogy hűséges-e, igen vagy nem, vagy ő nem bízik meg benned. A kutya jelentheti a barátságokat is, hogy ott kellene tisztázni valamit. Lehet, hogy egy régi barátság tér vissza, és az, ami fél évvel ezelőtt volt, az most tisztázódni fog. A szombati nap középen látható, ez a levél jelent egy hírt, alatta a nap megvilágítja ezt a dolgot, tehát itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Az is lehet, hogy valaki ír neked, megbízhatsz benne, hiszen az igazságot mondja ki. A levél az lehet egy szerződés is, ugyanúgy, mint a gyűrű, utalhat szintén szerződésekre, és mivel a nap ezt megvilágítja, itt tisztán láthatóak a dolgok, és nyugodtan aláírhatod ezt a szerződést. Ez a levél lehet egy meghívás is, hiszen a nap téged is meg tud világítani, láthatóvá tesz téged, valaki látni akar téged, találkozni akar veled, és a gyűrű azt jelenti, hogy keresi veled a kapcsolatot. A vasárnap ott jobb oldalon látható. A csónak jelenti a reményt, jelenthet mozgást, meg utazásokat, külföldi kapcsolatokat, és a kislány egy új kezdetet, egy új irány, és alul a szív,
ez egy szív dolog. Ez lehet a szerelem, lehet szeretet, például lehetnek családi kapcsolatok is, és a gólya jelenti a változásokat. A kislány meg a gólya együtt jelenthet egy kisbabának a születését is. Ami a szívet illeti, elsősorban itt szerelemre gondolunk, tehát a szerelmi élet területén ott a remény, hogy lesznek változások, lesz egy új kezdet, egy új irány, vagy egy új kapcsolat. De a szív jelenthet mindent, amit kedvelsz. Ez lehet a hivatásod, ezek lehetnek családi kapcsolatok, ezek lehetnek ismerősök, barátságok, vagy egy utazás, és pontosan ezek a változások, azt fogod tenni, amit te kedvelsz, hiszen itt a te szív ügyedről van szó. Lehet, hogy más a hozzáállásod, lehet, hogy változtatsz valamit a külsődön, lehet, hogy lesznek új kapcsolatok, és nyitott vagy a változásokra. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Ha tetszett, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, illetve egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Denderám!